Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A szerelem művészete mit tudnál tenni annak érdekében, hogy javuljon a helyzet a párkapcsolatot illetően? Ez egy általános jóslás, viszont megvan arra a lehetőség, hogy kérd tőlem ezt a jóslást, akkor személyes és passzol a te helyzetedre. A díjam 3500 forint. Ha ehhez a jósláshoz kérsz asztrológiát, ahol összehasonlítom kettőtök horoszkópját a védikus asztrológia szerint, akkor a díjam 9000 forint. Itt bal oldalon láthatóak a te képeid. Akkor is, ha egy hölgy vagy, akkor is, ha egy férfi vagy. És itt az első kártya jelenti a te jelenlegi helyzetedet. És itt megjelenik az egész világ. Az jelenteti azt, hogy most boldog vagy, a legszívesebben átölelnéd az egész világot. De jelenthet külföldi kapcsolatokat, utazásokat is. Ez a külföldi kapcsolat lehet egy internet kapcsolat is. Itt a képen látható a négy elem. A tűz eleme, a föld eleme, a víz eleme és a levegő eleme. Tehát itt megvan a harmónia, de az irányokat is mutatja, észak, tél, nyugat, kelet, vagy az évszakokat, tavasz, nyár, ősz és tél, és az azt jelenti, az pontosan egy év. Amit a jóslás közöl, hogy azt, amit te most tervezel, egy éven belül megvalósul. És most megnézzük a gondolataidat, a terveidet. Itt ennél a kártyánál a tűz eleméről van szó. Megvan a bátorságod, a lelkesedésed, a találkozások, a testi kapcsolat. Mindez nagyon jól működik. Viszont vannak itt korlátozások, hiszen a háttérben van valaki, aki úgy figyelget benneteket, tehát légy kicsit óvatos. És most bepillantunk a te érzelmi világodba. Itt, az ikreknél tükröződik valami. És figyelj oda ezekre a dolgokra. Mi hogyan alakul, vagy ki közeledik hozzád, mi tükröződik jelenleg számodra. Ez a tükör lehet egy álom is, hogy te álmodsz róla, vagy ő álmodik rólad, és ezek az álomképek nagyon fontosak, hiszen ez lehet számodra egy üzenet. Itt megjelenik a hold, ami szintén érzelmekre utal, az álmokra, a vágyakra, a reményekre. Mindez megvan nálad is, és nála is, hiszen itt tükröződik valami. Amikor szeretetről vagy szerelemről van szó, fontos az is, hogy szeresd magadat. Mert ha ez nem így van, akkor hogy tudnád elvárni másoktól azt, hogy szeressenek téged, ha te nem szereted saját magadat? És mit mutat erre a kártya? Itt, ezen a képen megvan a szerelmes pár, és ez a két hölgy rád utal. Az egyik olyan visszahúzódó, szerény, ez jelentheti azt, hogy szeresd magadat, öleld át magadat. A másik pedig kimutatja a nőiességét, és ez a férfi így szeretne látni téged. És most megnézzük az ő kártyáit.
Itt megvan a belső egyensúly. És ez fontos számára is, hogy legyen meg a harmónia kettőtök között. Te adsz számára életerőt. Ez nem csak az az erő, amit kimutatsz, hanem jelenti a belső erődet is. A hitet, hogy hiszel benne, vagy hiszel ebben a szeretetben. Persze, mivel az ő kártyái, jelentheti azt is, hogy ő akar erőt adni számodra, és hisz ebben a szerelemben. Itt közeledik hozzád, átnyújtja ezt a rózsát, vagy egy ajándékot, de te nem veszed észre, hiszen más irányba tekintesz. Fontos az, hogy legyen meg a hited, hogy ő közeledik hozzád, megajándékoz téged, és itt látható ez a találkozás a tűz elemével, tehát itt szenvedélyekről is szó van. Ő uralkodik a helyzet felett. Az is lehet, hogy néha úgy figyelget téged, hogy hogy viszonyulsz hozzá. És itt látható, hogy milyen elvárásai vannak. Ami a jövőt illeti, itt láthatóak az értékek, hogy te értékes vagy számára, akkor is, ha néha ő uralkodik, és kimutatja azt, vagy parancsolgat. Neked ez is előfordulhat ebben a helyzetben, de rajta kívül van még a háttérben egy másik férfi az ablakban, aki figyel téged. Az ablak az jelentheti az internetet is, és ott figyeli azt, hogy mit közölsz másokkal, valaki a múltból. Persze az is lehet, hogy ő elgondolkozik a múlton, és nála vannak meg ezek az emlékek, és ő figyeli azt, hogy mit közölsz másokkal, milyen kapcsolataid vannak. A kép azt jelentheti, hogy tulajdonképpen itt két férfiről van szó. A lelki társad, ez a király, a másik pedig valaki a múltból, aki emlékszik rád, figyel téged, akkor is, ha nem veszed ezt észre. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!